A múlt héten csütörtökön, pénteken extrém időjárás volt jellemző hazánkban. A káreseményekről a Veszprém megyei katasztrófa vérdelem tűzoltó parancsnokának összefoglalója következik. Csütörtökön a viharos elejű szél okozta károk felszámolása adott rengeteg munkát a Veszprém megyei tűzoltóknak. 7 esetben fakidőlés vagy faág leszakadása miatt avatkoztak be a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, 14 esetben pedig az épületek tetőfedését, lemezborítását vagy garázstetőket rongált meg a szél. A műszaki mentések során valamennyi esetben beavatkoztak a helyszínre riasztott tűzoltók a veszély elhárítása és a károk enyhítése érdekében. A vihar legjobban Várpalotát épázta meg a megyében, hiszen összesen 9 bejelentés érkezett innen. Ezeket a káreseteket a pétfürdői hivatásos tűzoltók a veszprémi hivatásos egységekkel közösen számolták fel. Pénteken keletkezett tűz egy családi ház beépített teraszán a Nemesvámosi Páldénes utcában. A veszprémi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a bent tartózkodó 2 ember elhagyta az épületet. A tűzoltók 3 vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az épületből kihúztak egy gázpalackot is, amelyet visszahűtöttek. A tűz szerencsére nem terjedt át a házra. Szombaton 2 autó karambolozott Zircen a Győri utcában, a balesethez a helyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtajtották a járműveket. A mentők is a helyszínre érkeztek, az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályán haladt a forgalom. Vasárnap délután egy 30 méter magas sziklán lefelé menett a katter egy ember Várpolt a határában. A pétfürdői hivatásos tűzoltók 5 mentőkötél és létre segítségével hozták fel a mélyből. Csütörtök óta extrém időjárás uralkodik a megyénkben, amely erőségesedést okozott a Balatonon, azonban ezzel kapcsolatban riasztás a katasztrófavédelemhez nem érkezett.